Bemutatták a hosszú Katinkáról szóló életrajzi dokumentumfilmet, de hogy vajon mi az Iron Lady titka, ezt próbáljuk kideríteni. Az a fantasztikus, úgymond küzdeni tudás, meg a céltudatosság, ami benne van, szerintem azt hozta meg igazán a sikernek a gyümölcsét. Én azt gondolom, hogy ha valaki igyekszik valamit csinálni, és jól csinálja, és abban vannak kisebb, nagyobb sikerei, azok az igazán nagy motivációerők, azok adnak igazán nagy lökést a következő munkákhoz. Egy olimpia alatt hányszor hord ki egy apuka egy szívinfarktust, vagy egy világbajnokság alatt? Meg hányszor őszül a haja, tehát nyilván, hogy idegeskedik, mert nem is igazán az, hogy most nyer vagy nem nyer, hanem hogy ő hogy éli meg, hogy sikerül neki megvalósítani azt, amit szeretett volna elérni, és hogy elégedetten száll-e ki a medencéből, vagy sem. Én szerintem az egyik legfontosabb, hogy nagyon céltudatos tud lenni, és nagyon kitartó, ez a személyiségéből adódik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy valaki vagy így születik, én szerintem ezt így erőszakkal nem lehet bárkibe beleplántálni. Felmerül a filmben a kérdés, hogy ugye ezért beáldoz az ember egy életet, hogy vajon megérje. De a kérdés nincs megválaszolva, önnek anyukaként mi a véleménye, megéri? Én úgy gondolom, hogy megéri, és én is a film megnézése után ezen gondolkodtam. Ugye, hát nincsenek ilyenek, hogy mi lett volna, ha. Mert több, minden egyes pillanatban tulajdonképpen döntést hozott, és valamiért azt a döntést hozta, ezen az úton ment tovább, amit ő kiválasztott, és én úgy gondolom, hogy megérte, a céljait elérte, hál' Istennek olyat alkotott az úszásban, ami, hát nem csak magyarok lehetünk büszkék, hanem tehát tényleg világszerte, tehát világhírű sportoló, világhírű úszó, és hát szép lassan elkezdheti az úgymond másik életét, és felfedezheti magának a világot esetleg, amit most egy kicsit félretett jó pár évek. Erasztó Evelin elmondta a filmben, hogy tulajdonképpen amit ti úszók nem tudtatok éppen elérni, ő azokat az álmokat nektek megvalósította. Te ezt hogyan élted meg, konkurenciának őt a medencében, vagy egy jó barátnőnek? Biztos, hogy nagyon közel álltunk egymáshoz, főleg amikor elkezdtünk úszni. Utána azért ketté vált az utunk. Persze, hogy konkurencia volt, hiszen mindenki, aki mellettem áll a rajtkövön, az nekem konkurencia, és én azt meg akarom verni, és nem érdekel, hogy az a Katka, vagy az Iron Lady. Nincsen bennem egy semmiféle irigység, hogy most ő érte el azokat az eredményeket, amit mi nem. Hogy pontosan tudom, hogy mi van mögötte. Volt egy időszak, amikor csak a korrumban tudtatok beszélni, ez a sénes időszak, azóta rendeződött a barátnői viszony? Igen, hozzám szól. Igen, igen, többet beszélünk. Hány kisgyerek elment egy úszodába, elment sportolni Katinka miatt? Szerintem az nagyon nagy dolog, és büszke lehet magára persze, mi is az vagyunk rá. Katinkának nem az elért eredményeit érzem a legnagyobb sikerének, hanem azt, hogy egy hosszú és változatos, de azért hullámvölgyekkel tűzelt időszak után jött a nagyon sikeres szakasz, és hát a számok azok magukért beszélnek. Úgyhogy sok nagyszerű sportoló van, elég mondjuk úszásban a Michael Phelps-re gondolni, de az, hogy valaki már gyakorlatilag a pályafutása befejezéshez közeledik, és attól kezdve kezd el nyerni, hát ez nem hétköznapi. Minden magyar sportoló nézze meg ezt a filmet. És az is, hogy ugye beszélünk arról, hogy ő is beszél természetesen magáról a filmben, hogy mennyire maximalista, és itt is kijött. Tehát ez is, ez a film zseniális. Ugye van olyan, aki tervezetten vonul vissza, van, aki nem. Ez egy tervezett visszavonulásnak látszik, és ez is megint az a stratégia része. Tehát ebben is hihetetlen. A film az mindenképpen bebizonyított, hogy egészen elképesztő akaratereje meg szíve van Katinkának. Fantasztikus emberi minőség az, amit itt a vászorról is láthatunk. Úgyhogy nekem egy hatalmas élmény volt, és remélem, hogy nagyon-nagyon sok magyar gyermek példaképe lesz ezután is hosszú Katinka még sok-sok-sok évtizeden keresztül. Ön szerint politikus lehet valaha akkora példakép, mint egy sportoló? Biztos, hogy más értelemben igen. Azt gondolom, hogy a sportolói létnek a sajátja a rengeteg nehézség és befektetett munka mellett, hogy talán egy kevésbé megosztó terület, mint a politika.
de nem gondolom, hogy Hosszú Katinka kevesebbet tenne, mint bármelyik nagy magyar politikus azzal az eredménnyel, amivel minden magyart büszkévé tett nagyon-nagyon sok alkalommal, amikor felállt a dobogó legfelső fokára, és amikor Magyarországról követhettük végig azt, hogy a himnusz hangjai mindannyiunkért felcsendültek, úgyhogy csak hatalmas köszönettel tartozunk neki ezért.